Na hát köszöntünk mindenkit a BUSC Podcast következő adásában, és köszöntünk téged is itt Bálint. Filipán is Bálint a mai vendégünk, akit hát elsősorban a sportpályán betöltött szerepéről fogunk ma vele beszélgetni, de azért nem tudunk elmenni szó nélkül amellett sem, hogy neked nyilvános média szerepléseid is voltak, és talán egyelőre több embernek jut eszébe a neved erről a területről. Mesélj arról, hogyan kezdődött ez a média karriered először, aztán majd rátérünk a sportra is. Szia Barnus, köszöntöm a nézőket. Az én média pályafutásom az körülbelül 5-6 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a legutolsó csapatom, amiben fociztam, az a Hódmezővásárhely volt, ami még MB-s szintű volt, és ott mindenképp szerettem volna eljönni, nagyon messze volt a családom, és óriási távolságokat kell beutaznom azért, hogy hazajussak, úgyhogy úgy voltam vele, hogy én ott semmiképpen sem maradnék. Mindazok ellenére, hogy egy nagyon jó szezont futottunk a Hódmezővásárhelyen, sikerült bemaradni az NB3-ba, ami az elsődleges cél volt, de úgy voltam vele, hogy én szeretnék váltani, és egy jó szezont tudtam magam mögött, és úgy voltam vele, hogy még úgy érzem, hogy van nekem följebb, meg van nekem még jobb az NB3-nál. És hát vártam a lehetőségre, közben jött egy siófoki lehetőség, egy kaposvári lehetőség, aztán valamiért mind a kettő meghiúsult rajtam kívülállókok miatt, és akkor mondhatni, hogy idegből hoztam egy olyan döntést, hogy jó, akkor nekem elég volt, szögre akasztom, itt vagyok már 28 éves, valószínűleg fociban már nem fogom megváltani a világot, úgyhogy ideje lesz valamilyen más kalandok meg kívás után nézni. És amint ezt elhatároztam magamban, nem telt el 20 perc, és jött a telefon, hogy nincs kedvem szerepelni az éjjel-nappal a Budapestben, és úgy voltam vele, hogy ez egy olyan jel, amit nekem most meg kell ragadnom, és hát megragadtam. Utólag úgy érzed, hogy jó döntést hoztál ezzel, hogy ott akkor ezt elvállaltad? Abszolút nem bántam meg, és úgy érzem, hogy akkor abban az adott pillanatban azt a döntést kellett meghoznom. Én minden percet élveztem a médiába, a médiába betöltött szerepemnek, és úgy gondolom, hogy akkor abban az időszakban jó döntést hoztam. Régóta ismerjük egymást így a sportpályáról, meg azon keresztül így a civil életből, és a nézők megtapasztalhatták egy másfajta oldaladat is ezekben a különböző műsorokban. Amit a való világban és a többi éjjel-nappal Budapest, jó, ott kifejezetten szerepet játszottál, de mondjuk Survivor, való világ, ott nem tudom, ezek mennyire voltak előírva. Te teljes mértékben ott önmagadat adtad, ezek részét képezik a személyiségednek, vagy valamennyire ezek felépített szerepek, karakterek voltak? Mind a kettő realityhez én úgy álltam hozzá, hogy nem szeretnék semmilyen szerepet magamra aggatni, meg egy olyan színbe feltüntetni magamat, ami esetleg imponálhat a nézőknek, de nem én vagyok. Úgy mentem be mind a kettőbe, és úgy vágtam neki, hogy azt fogják látni, azt az arcomat, amilyen vagyok én a való életben is, és végig azt hoztam. Térjünk vissza a sporthoz. Hogyan indult a labdarúgó karriered? Mesélj a kezdetekről. Ugye én sümegi születésű vagyok, most hát Tapolcán születtem, de Sümegen jártam általános iskolába, és az általános iskolánkban ott inkább, ha jól emlékszem, a röplabdának nagyobb hagyománya volt, mint a focinak, de voltak nagyon tehetséges focisták az én korosztályomban akkor, hát most már lassan 20 évről beszélünk, sőt, több mint 20 évről, kimondani szörnyű, de egy olyan közeg és egy olyan magot hozott össze a mi általános iskolánk, így a fociból, hogy minden, gyakorlatilag minden posztra volt az iskolában legalább egy olyan tehetséges játékos, aki megyei szinten nagyon komolyan meg tudta állni a helyét. Jól emlékszem, 7.-8-asok voltunk, azért már mentünk kifele az általános iskolából, Sümeggel, a mi kis sümegi városunkkal megnyertük a megyei bajnokságot teremben is, meg nagy pályán is. Ugye az azért volt nagy szó, mert Sümeg egy kisváros, és hát azért Veszprém megyében vannak azért nagyobb futballközpontok, gondolok itt Ajkára, Veszprémre, Pápára, de még Tapolca is nagyobb volt nálunk. Mi mégis egy olyan közösséget tudtunk létrehozni, akik egy olyan komoly sikert tudtak elérni, hogy megyei bajnokságot nyertünk. Légy egy jó kapust, ez az alapja. Pontosan. Te miért döntöttél emellett a poszt mellett?
Ez még talán még régebbre vezethető vissza. Jól emlékszem, én gyűlöltem futni. Tehát a futás az soha nem volt az erősségem, és nyilván én is kint kezdtem a mezőnyben, de valahogy nem, vagy nem voltam olyan ügyes, vagy valószínűleg ezért. Úgy döntöttem, hogy beállok a kapuba, és valahogy megtetszett, és ott ragadtam. Szóval igen, valószínűleg annak köszönhető, hogy kapus lettem, hogy mezőnyben nem úgy sikerültek a dolgok. Voltak példaképei kapusok, akikre felnőztél, és akit utánozni akartál olyan lenni, mint... Hogyne. Nekem a legnagyobb példaképem kapusként gyerekkoromban, ezzel mindenki meg fog lepődni, sőt akkor is mindenki ezzel cikizett, hogy egy ilyen rossz kapus, hogy lehet a példakép. Ez Fabien Barthez volt, a franciák kopasz kapusa, biztos tudod ki az. Persze, Manchester United-ből is tudod. Hogyne. Nekem ő volt valamiért a példaképem. Azért, mert már emlékszem, hogy ő abban az időben hozta be azt, hogy a kapusok már bátran beavatkoztak a játékba lábbal is, és ő volt az első olyan, aki olyan szinte jó volt lábbal, egy ballábos kapusról volt szó, hogy azt öröm volt nézni. És én is olyan jól akartam lenni lábbal, mint amilyen ő volt, mert úgy voltam vele, hogy azért szerettem is a mezőnybe játszani, és hogyha ezt a kettőt a kapuba össze tudnám mixelni, akkor az lennék igazán én. Úgyhogy nekem ő volt a példaképem, hát más kérdés, hogy azért a Manchesterben már nem úgy sikerült neki nem úgy sikerültek a dolgai, ahogy azt elvárták volna tőle, de hát mindezek mellett azért világbajnokságot nyert, Európa-bajnokságot nyert, Bajnokok Ligáját nyert, Premier League-et nyert, szóval lehetett őt szidni, de amit meg lehetett nyerni, azt ő megnyert. Persze, egy jó kapusról beszélünk, és neked is jól alakultak a dolgaid, mert Sümegről az NB1-es győri klubhoz kerültél az utánpótlásba. Hogy sikerült ezt a lépcsőt megtenned? Annak idején még voltak Zánkán ezek a kiválasztók. Nem tudom pontosan, hogy mi volt ezeknek a neve, már nem emlékszem rá, de ezek a zánkai kiválasztó táborok voltak, ugye, ahogy több száz gyerekből sűrítették le a végén két csapatra, a MOL és az OTP-re, és akkor ők játszottak egymás ellen egy ilyen mondhatni válogatott-szerű, ugye már majdhogy nem válogatottak voltak ezek a srácok, akik ott a végén oda bekerültek, sőt a magja az utána korosztályos válogatott lett, és azért komoly pályafutás be is futott. Ott nekem ezen a válogatott tornán én lettem a legjobb kapus, még gólt se kaptam, azt hiszem, és ott több NB1-es klubnak felkeltettem a figyelmét, és valamiért nekem Győr volt a legszimpatikusabb. Hozzátartozik az is, hogy addigra már jelentkeztem oda középiskolába, szóval ez egy kicsit megkönnyítette a döntésemet, de azért volt lehetőségem még máshova is menni, de én a Győrt választottam, és ott kezdődött úgymond igazán az én profi utánpótlás pályafutásom. Az volt ott a cél, hogy akkor majd a győri felnőtt csapat kapuját védjed? Ó, abszolút. Hát ha nem ez lett volna a célom, akkor nem is mentem volna oda, meg nem is vágtam volna bele ebbe az egészbe. És hogy érzed, mennyire kerültél közel ehhez? Hát sajnos abszolút nem. Mi az, ami hiányzott ehhez? Hát, hogy azt szokták mondani, hogy 20% tehetség, a többi szorgalom, kitartás, szerencse, és mindezek keveréke. Nekem úgy gondolom, hogy a szorgalmamban nem igazán volt gond. Én egy olyan srác voltam fiatalként, de szerintem ez egyébként a mai fiatal srácokra ugyanúgy jellemző, hogy akik még nem igazán tudtak úgy kiállni magukért, hogy annak olyan következménye legyen, ami őket előre viszi. Lehet, hogyha kicsit jobban állok hozzá saját magamhoz, nem az edzésekhez, saját magamhoz, kicsit jobban menedzselem saját magamat, akkor lehet, hogy többre vittem volna. Nyilván azért volt ott egy komoly vezetőségváltás, ami nekem úgy gondolom, hogy a győri karrieremet az teljesen keresztbe vágta. Ugye még annó a Reszeli Sós István, ő nagyon kedvelt, úgy hívott, hogy Kicsikányi Záresz. Én nagyon nagy kedvence voltam, és akkor még nagyon jól indult az elején a pályafutásom ott, és tényleg úgy gondoltam, hogy én itt majd be fogok futni, mint NB1-es játékos, nem is lebegett semmi más a szemem előtt. Aztán jött egy vezetőségváltás, és ahogy az lenni szokott, hirtelen egyik pillanatra a másikra már így elkezdtek szépen lassan elfelejteni, és ennek az is lett a vége, hogy nem is tudtam oda kerülni az NB1-es csapathoz. Volt ekkor menedzsered, aki képviselte az érdekeidet, vagy itt mindent magadnak kellett intézned? Nem volt. Próbálkoztam menedzsereknél, de ők annó azt mondták, hogy ha nem vagyok utánpótlás válogatott, már pedig
komoly utánpótlás vállalatot nem voltam, sok összetartáson voltam, de hivatalos meccsem egy sincs, hát a Gulácsi a korosztályom, szóval meg akkor még nem is tudom, Megyeri Balázs, aki azóta most a Debrecenbe vétett, olyan srácok voltak előttem, akiket így nem volt egyszerű magam mögött tudni. Ezután kerültél, ha jól tudom, Balatonfüredre. Így van. Itt ismertük meg egymást, és ekkor szeretted meg a várost? Nekem a Balatonhoz alapból vannak kötődéseim. A nagyszüleimnek van egy nyaralója az északi parton, és én ott töltöttem az egész gyerekkoromat, szóval nekem a Balaton alapból egy ilyen nagyon komoly szívügyem, és amikor erre jártam korábban mindig, ugye nem mostanában többet vagyok itt, de gyerekként nem tudtam annyit itt lenni, és nekem mindig egy felüdülés volt ide lejönni. És amikor jött a Balatonfüredi lehetőség, az elején kicsit vaciláltam, mert úgy voltam vele, hogy én nem szeretnék NB3-ba játszani. Még én úgy gondoltam, hogy képes vagyok arra, hogy magasabb szinten játszak. De aztán nem volt más lehetőség, így itt kötöttem ki Füreden, de nem bánom, mert itt is egy nagyon jó közösségbe csöppentem. Ezután kerültél azért még NB2-es csapatokhoz is, meg több NB3-as klubhoz. Melyiket emelnéd ki? Hol érezted magad a legjobban? Hol lehet volna jó megragadni? Hosszabb távon van-e ilyen? Balaton, Füred után Siófok következett, de amikor innen én elmentem, vagyis hát megköszönték az eddigi munkámat, akkor nekem jött egy fél éves kihagyás, mert elszakadt a térdemben egy szalag, és úgy fél évig nem volt csapatom konkrétan, de szerencsére a Pető Tamással, aki Füreden volt az edzőm, olyan jóba lettem, hogy fél év kihagyás után telefonon hívott, én nagyon vártam az ő hívását, mondom, ha van ember, aki nekem tud segíteni abból, hogy legyen újra csapatom, akkor az ő. És már ezt is, már akkor is azért eléggé kezdtem feladni ezt az egészet, mondom, 20, itt vagyok 24-25 éves voltam akkor körülbelül, mondom, hogy ha nem lesz most csapatom, és vagyok erejem teljébe, akkor lehet, hogy ennek vége van. És kezdtem már kicsit így elengedni ezt az egészet, aztán hívott a Tomi, hogy Siófokra le tudnék menni próbajátékra. Hát én annak úgy megörültem, hogy azt elmondani nem tudom, úgyhogy utána Siófok következett, szerencsére megfeleltem a próbajátékon, és 2 évet ott töltöttem. Hogy emlékszel vissza erre a 2 évre? Ha a profizmusra gondolok, akkor természetesen ez egy NB2-es csapat volt, komoly tulajdonosi háttérrel, úgyhogy itt éreztem magam a leginkább focistának. Nyilván a Győrt nem számolom, mert akkor még nagyon fiatal voltam, akkor még mondhatni kölyök. Itt már azért igaz, itt már felnőttként csaptam bele az NB2-es létbe, úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért a 2 évért, és sikerülhetett volna jobban is egyébként, mert sikerült beverekednem magamat a kezdőcsapatba, de nem tudtam ott megragadni. De összességében ez a 2 év, ez nekem nagyon-nagyon sokat adott. Van benned ilyen érzet amiatt, hogy most nem egy NB2-es vagy egy NB1-es csapatkapuját véded, viszont felépítettél magadnak egy olyan pályát az élet más területein, amit a korosztályodban a kapusok többsége valószínűleg nem. Vagy ez így jól alakult? Én úgy vagyok vele, hogy mindenek úgy kellett történni, ahogy történt. Tehát nem bánok semmit, természetesen nagyon jó lett volna, hogyha sikerül NB1-be, vagy legalább NB2-be stabil kapussá válnom. Ez volt az elsődleges álmom gyerekként, de mi tényleg így kellett történnie. Nem sikerült ezen már kárrágódni. Lehetett volna tényleg, ha azt mondom, hogy egy komolyabb pályafutás a hátam mögött, de valamiért ennek így kellett történnie, úgyhogy abszolút nem vagyok csalódott, és nincs bennem hiányérzet. És kisebb kitérők után visszakerültél is meg Balatonfüredre, a Balatonfüredi utánpótlás sportklubhoz, hogyan jött a megkeresés? Benedek Pisti hívott fel, aki már egyszer felhívott, hogy menjek le Tihanyba focizni, oda lecsábított, és ott voltam fél évig, de fél év után abba hagytam, mert úgy voltam vele, hogy én akkor Budapesten éltem, és Tihanyba lejárni heti egyszer, sőt, még egy edzés plusz egy meccs már nem feltétlenül hozza nekem azt az örömöt, amit elvárnék én a focitól, és úgy voltam vele, hogy nem, elég volt, és ez a fél éves megyei foci után nekem erre nincsen többet szükségem. De hát aztán az István újra kezdette velem még egyszer, úgyhogy úgy kerültem ide Balatonfüredre,
hogy mondta, hogy kapus gondokkal küzd az egyesület, és hogy nincs a kedvem még egyszer újra kezdeni, és én úgy voltam vele, hogy az ember ebbe egyszer gyerekként belecsap, és ez az álma, ez volt a szíve, lelke, vágya, hogy egyszer nagy focista legyen, az soha nem fogja tudni elengedni. Tehát ez egy olyan érzés, meg egy olyan dolog, ami úgy már belevésődött az emberbe, és a foci az már úgy bennem van, hogy úgy igazán soha nem fogom tudni abba hagyni, és ezért döntöttem úgy, hogy jövök és csináljuk. Akkor ebbe is megtaláld az örömet a majdai fociba. Megtalálom, pedig nem gondoltam volna, hogy meg fogom benne találni. Úgy voltam vele, hogy én megyében már nem fog focizni. Én versenyző vagyok, én nekem kell az adrenalin, kell a stressz, kell az, hogy kiadhassak magamból mindent. Megyében az emberek már csak azért járnak focizni, hogy a többség, hogy jól érezzék magukat, meg a hobbiuknak tartják ezt az egészet, de én hobbiból soha nem akartam focizni, arra ott volt, hogy elmenjek a haverokhoz, de szerencsére itt a Balatonfüredi utánpótlás sportklubban itt nagyon komoly célokkal váltunk bele most már a második szezonban, amiben itt vagyok, és ez nekem egy extra motivációt jelent, amivel megtaláltam a megyei fociba is a szépséget. Van olyan célkitűzésed, amit még meg szeretnél valósítani a pályán? Én még szeretnék bajnok lenni. Soha egy csapattal se voltam bajnok, de egyszer a Veszprémben voltam megye egybe, amikor a Tomi fölhívott, hogy nincs kedvem segíteni nekik egy fél évben, de azt úgy nem éreztem igazán magaménak, mert csak akkor mentem, hogyha le kellett ülni a kispadra, vagy edzésen nem volt éppen kapusuk. Úgyhogy én szeretnék bajnok lenni még egyszer, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog. Edzői feladatokat is kaptál a klubnál, erről mesélj egy kicsit, melyik korosztálynál vállal a szerepet, és mik a terveid az edzősködéssel? Én Szekszárdon, amikor a Szekszárdon is fociztam NB3-ba, elvégeztem az UEFA C-licenzt, és az egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy egy kicsit most már a B-oldalra nézzek így a fociba. Én anyukám tanár, és valahogy bennem van ez a tanítói véna, és mindig is nagyon szerettem volna átadni azt a tudást, amit én megszereztem már, mert nagyon jó edzőim voltak, és rengeteget tanultam tőlük. Egytől egyig akármilyen helyen voltam, mindenhol nagyon jó kapusedzőkkel dolgozhattam, és sikerült egy olyan, most mondhatom már, hogy olyan tudást magamba szívnom, amit már szívesen át is adnék a fiatalabb kapusoknak, úgyhogy nekem az elsődleges célom hosszú távon, hogy kapusedző legyek majd, mert a kapus edzőség, meg a kapuskodás az egy külön szakma, én ezt egy teljesen külön választom a focitól, és Ebbe megtaláltam magamnak azt az örömet, meg azt a kívást, ami már a foci valószínűleg évek múlva nem fog tudni megadni. Úgyhogy én a jövőben mindenképpen szeretnék majd utánpótlás kapusokkal is, de majd felnőttekkel is foglalkozni. Uh-huh. És itt most melyik korosztálynál vagy a B-versenyre? Most ugye az U16-ban vagyok másodedző. Az nekem tökéletesen megfelel az a pozíció, hogy a vezetőedzőnek a munkáját segítsem. És a kapusokkal pedig 11 éves kortól 17 éves korig, szóval gyakorlatilag az összes kiskapus a kezem alá tartozik. Másodedzőként pedig egy komplett csapattal foglalkozol, és az ő munkájukat segíted. Sok kapus egyébként, tehát két felé mennek az aktív pályafutás után, vagy kapusedzők lesznek, de látunk arra is például, hogy számos kapus rendesen vezetőedző lesz egy csapatnál. Ilyen ambícióid vannak esetleg? Nincsenek. Én nem érzem magamat elég motiváltnak ahhoz, hogy azt a szakmai tudást magamba szívjam, ami ahhoz kell, hogy én vezetőedző legyek. Az nem csak azért, mert sokkal több feladattal jár, hanem egyszerűen én tényleg nincs meg bennem az a löket, meg az ambíció, hogy én egy egész csapatot irányítsak. Én úgy gondolom, hogy az igazi értéket a kapusoknak tudnám csak átadni. Nyilván itt is még bőven mindig van hova fejlődni, és ez is egy ilyen kimeríthetetlen dolog, főleg azok után, hogy a kapusoknak is most már a játéka egyre jobban integrálódik bele a mezőnyjátékosokéba, úgyhogy ez is egy olyan poszt, ami folyamatosan fejlődik, és mindig valami változtatni kell itt is, úgyhogy itt is nagyon-nagyon nagy a merítés abba, hogy hova lehet még fejlődni. Én ebbe találtam meg magamnak a szépséget, meg azt az utat, amit én majd szeretnék járni a jövőben. Mondtad, hogy korábban, mikor Tiemannban játszottál, akkor még Budapestről ingáztál, illetve itt is volt a füredi időszak kezdetén, hogy egész messziről jártál néha edzésekre, meccsekre. Most hogy néz ki a mindennapi életed? Hol élsz?
honnan jársz, Füreden laksz-e, vagy hogy néz ki a mindennapod? Ugye mondtam már korábban, hogy a nagyszüleimnek van egy nyaralója itt az északi parton, innen 35 kilométerre, úgyhogy én oda leköltöztem, ott élek, onnan járok be, és ez egy nagyon szerencsése jött ki nekem, hogy ott van az a kis ház, ahova engem a szívem alapból is odahúz, és én nagyon szeretek ott lenni. Úgyhogy most ezt itt összekötöttem, ezt a kettőt, úgyhogy nekem ez egy nagyon jó működik, nagyon nagy harmónia van nekem abban, hogy itt vagyok az északi parton, azt csinálom, amit szeretek, itt is élhetek, úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy boldogság most, hogy ezt csinálhatom. Ez már végleges, letelepedsz itt az északi parton? Hosszú távon én úgy tervezem, igen, hogy itt szeretnék majd letelepedni, és itt szeretném majd az öreg koromban élni az életemet. Már elterveztem, hogy valahol fönt itt a hegyekben lesz egy kis házam, ahonnan rálátok a Balatonra, és ott majd öregen ülök a karosszékembe, és iszom a kis támat, kávémat, úgyhogy igen, nekem ez a kis álomkép van a fejemben. Az öregkortól még azért messze vagy, addig még vannak színészi ambícióid, vagy az, hogy visszaköltöz Pestre, ezt még hogy látod a közeljövőt? Én abszolút nem engedtem el ezt a történetet, most parkolópályán van, most átadtam egy kicsit a stafétát a páromnak, hadd csinálja ő. Úgyhogy én most abszolút erre szeretnék fókuszálni, de hogyha van egy olyan lehetőség, amivel össze tudom hozni azt, hogy ezt is tudjam csinálni, és mellette azt is, akkor annak nem lenne akadály, és nagyon szívesen csinálnám, mert úgy gondolom, hogy minél sok oldalúbb egy ember is, minél több mindenbe tud helytállni, az csak jó lehet. Úgyhogy semmi nincsen kőbevésve, hogy én azt abba hagynám, meg hogy én azt már nem csinálom tovább, de nekem most az első, ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem, és hogyha lesz még egy olyan lehetőség, hogy ezt a kettőt össze tudjam egyeztetni, akkor szívesen. Filip, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltak. Én köszönöm a lehetőséget. Volna még valami, amit esetleg nem kérdeztem, de szívesen beszélnél róla. Na hát kiveséztük az életemet rendesen. Úgyhogy... Az volt a tő, örülök, ha sikerült. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindenkinek köszönjük a figyelmet. Én is köszönöm.